Jó estét kívánok, köszöntöm az esti mérleg nézőit. Hetente éri baleset a közutas dolgozókat. Ezért munkavédelmi és közlekedésbiztonsági kampányt indította a Magyar Közút. Videókkal szeretnék felhívni az autósok figyelmét arra, hogy vigyázzanak azokra, akik az út szélén, illetve az úton dolgoznak. Erről lesz a mai műsorunkban. Jobbágy Krisztiánnak állít emléket a kilométerkő. A 35 éves közútkezelő tavaly az M0-áson egy jobbról előző kamionos ütött el munkavégzés közben. Az akkor történtekre egy kollégája emlékezett vissza. Aznap én nem dolgoztam, szabadnapos voltam, és hívtak a mérnökségre, hogy elütetik a Krisztiánt. Mert először igazából azt hittem csak, hogy elsodorták, vagy tehát nem történt ugye nagyobb baj. Aztán utána egy fél óra múlva jött a másik telefon, hogy hát meghalt. Nem tudom magam túltenni rajta, tehát mindig emlékezni fogunk. Talán nekem könnyebben ment, mert ugye kint autópályán dolgozom, tehát láttam egy pár halálos balesetet, bár mondjuk közvetlen kollégám volt, azért ez így más szemszögű világítja meg a dolgot. Hát nehéz volt. Hát nem is tudom, mi az a jó szóra, hogy elfelejteni, vagy túltani magát az embernek, hogy újra kimenjen és újra dolgozzon autók között. Minden esetre nehéz volt. Az eset mély nyomot hagyott a kollégákban. Jobban figyeltem az autósokra, tehát sose fordítok hátat nekik. Mindig úgy csinálom a terelést, meg a bójázást, hogy tehát látom az autósokat. Nyilván hiába látom, tehát hogyha 130-al jön, nem tudok elugrani előle, de mégis próbálok valamivel jobban odafigyelni. Dénes Lászlót három gyermeke és felesége várja haza minden nap. A figyelme ellenére mégis megtörtént a baj vele is. Útrendezést végeztem, leállósában haladtam, észleltem egy pályahibát, azt rögzíteni akartam. Ezért megálltam, és egyszer csak hátul a belém szaladt egy teherautó. Átszűkítettem a szalagkorlátot, és lementem a 20 méteres árokba, kb. 20 méteres árok alján álltam meg. Hál' Istennek csak az orrom törte, meg agyrázkodás, meg szúzódások. Igazából mondhatom, hogy hát én könnyebben megúsztam, tehát nem tudom, minek köszönhető, talán isteni valami csoda, vagy nem tudom, de hál' Istennek én megúsztam ilyen apróbb sérülésekkel. Az autó totál káros lett, igazából ez egy új autó volt, nem volt egy éves autó, azt hiszem. Hát igen, tehát azt utána nem is tudtuk használni, tehát totál kára tört. Édesanyámat, édesapámat hívtam fel, hogy jöjjenek be a kórházba, ugyanek be, mert a párom terhes volt, két héttel a szülés előtt volt, és ha meghallottam ezt a hírt, tudti, hogy ott megszül, ezt nem akartam. Igazából, hát a családdal beszélgettünk róla, meg ugye sokszor visszanéztem a felvételeket, és így tudtam magam túltenni rajta, meg illetve én úgy gondolom, hogy valaki fentről vigyázott rám, tehát valaki fogta a vállamot. Dénes László 28 nap után ült újra munkaeszközébe. Éjszakás voltam, és az M2-esen ugye felrobban mellettem egy teherautónak a valamelyik kereke, és hát a csattanásra összerezdültem, tehát azért el kell tenni egy 3-4 hétnek, hogy úgy túl legyen magam rajta, hogy ne figyeljek mindenre föl, minden zajra föl, mert ugye nem emlékszem a balesetre, de azért mondjuk a csattanás bennem van, tehát az még azért él a fejemben. Az elmúlt 5 évben 30 hasonló eset történt, viszont csak az elmúlt évben 37 esetben ütköztek figyelmetlen autósok a terelőelemeknek, közutas autóknak vagy az úgynevezett ütközési energianyelő eszközöknek. A legszomorúbb szám pedig a 17-es, a 2000-es évektől napjainkig ennyi mérnökségi szakember hunyt el az utakon. Köztük Illés Attila. A mérnökség vezetője másnap nem engedte embereit az utakra. Fél órán keresztül próbálták újraéleszteni, de mindig újra és újra leállt a szíve. Nálam volt Attila telefonja, odaadták a rendőrök, és keresgéltem benne telefonszámokat, hogy egyáltalán fel tudjak hívni valakit. Megtaláltam végül is, amit kerestem a telefonban. De míg fel nem hívtam, addig a pár percig folyamatosan azt hiszem, hogy nem mozdul meg az a fólia. Az esetekben egy a közös, hogy a munkaterületek mellett a vétkes járművezetője nem a kihelyezett forgalmi jelzéseknek, korlátozásoknak megfelelően közlekedett, és legtöbbször a megengedettnél sokkal gyorsabban hajtott.
Ezeket a videókat bárki megnézheti az interneten, nem megrendezett történetek valódi tragédiákat mutatnak be. A Magyar Közút új figyelemfelkeltő kampányának részei, mellyel az autósokat szólítják meg, hogy vigyázzanak az úton dolgozó szakemberek épségére, hiszen ők pont azért dolgoznak, hogy biztonságosan, zavartalanul haladhasson a forgalom. Amikor egy ilyen eset történik, akkor utána kimenni az útra és csinálni a munkánkat úgy, hogy ne arra gondoljunk minden percben, hogy mi érhet minket esetleg, ez nagyon megterhelő, és hát nagyon szeretném, hogyha a kollégáknak nem kéne ezen gondolkodni, és jövőben afelé tudnánk menni, hogy ilyen szörnyű esetek ne történjenek. Több irányból is közelítünk e felé, az egyik része természetesen ez a kampány, de nagyon sok külföldi példa alapján magyar helyzetre értékelve próbálunk megoldásokat találni, hogy mit lehet még jobbá tenni ezekben a munkaterületekben, mit lehet még fejleszteni ezeken. Nagyon sok eszközt vásárolunk, folyamatosan fejlesztünk olyan eszközöket, amiket a munkásaink megvédése érdekében és a közlekedés megvédése érdekében is tudunk használni. Például itt a hátam mögött is látható több ilyen ütközéscsillapító adapter, sajnos ezek összetörve. Ezek sok embernek az életét megmentik és segítenek abban, hogyha valaki mégis elnéz valamit, akkor csökkentse a bajt. Közel 4000 dolgozónk dolgozik kint az utakon, fizikai dolgozók, munkairányítók, mérnökök, akiknek az a feladata, hogy a utak mellett, utakon valamilyen munkát végezzenek, felméréseket készítsenek. Úgyhogy az ő életük úgymond a közlekedőknek a kényére kedvére van bízva, és a biztonságuk az önök kezében van, mondjuk mi, azaz aki a kormányt fogja, az nagyon sokat tud abban segíteni, hogy ne történjen baj. Milyen elemei vannak ennek a kampánynak? Többféle elem van. Az egyik természetesen a média. A másik egy Molino kampány, ami a gyorsforgalmi utak, forgalmasabb főutak fölött hívja fel a figyelmet arra, hogy a munkaterületeken figyeljünk oda, biztonságunk az önkezében van, és ennek van több fázisa, most már útellenőrző autóinkon is ez szerepel, és természetesen a közösségi médiában is folyamatosan foglalkozunk ezzel, Facebook oldalunkon, YouTube csatornánkon, Instagramon, többféle kampányunk fut, és próbáljuk megmutatni az embereknek, hogy hogyan lehet ezeket a helyzeteket elkerülni, és minél biztonságosabban közlekedni. Ezért nagyon sok mindenkivel összefogunk, partnercégekkel is, természetesen rendőrséggel, Országos Baleset Megelőzési Bizottsággal, és mindenki mással, aki hajlandó arra, hogy ezért közösen tegyünk, és próbáljuk ezeket a szemléletformáló anyagokat eljuttatni, hiszen ha valaki ezt egy kicsit jobban megismeri, hogy milyen veszélyek leselkednek ezeken a helyeken, és ő mit tud tenni, akkor reményeink szerint ezeket el is lehet kerülni. Nem történhet baj, ha mindenki figyelmes. A kijelzett táblák azok nem véletlenül vannak ott. Azokat olyan forgalombiztonsági szakemberek találják ki, akik fel tudják azt mérni, hogy milyen sebességgel és milyen magatartással kell megközelíteni az adott helyszínt, hogyha ott valami olyan mozzanat történik, akkor még biztonságosan lehessen lassítani és megállni. Egy autópályán például, hogyha 60-asra csökken a terelés, természetesen nagyon furcsa a 130-as megengedett sebességhez képest, de ott azért csökkentjük ekkorára a sebességet, mert egy olyan irányváltoztatásra lesz az autósnak esetleg szüksége, vagy esetleg egy méterre tőle dolgoznak az embereink, gépeink, és ha ott esetlegesen valami olyan eset történik, hogy valaki a munkafolyamat során egész közel kerül az autóhoz, 130-al már nem tud korrigálni, és nem tudja elkerülni ezt a helyzetet. Nem csak a mi dolgozóink vannak veszélyben, hanem az autósok gyakorlatilag nagyon sokszor ütköznek egymással a munkaterületeken, azért, mert mondjuk egyik észreveszi a sebességcsökkentést és komolyan veszi, a másik meg azt gondolja, hogy hát ez nem fontos, menjünk tovább ugyanúgy, és akkor jönnek a ráfutásos balesetek, ugye nem tartjuk be a követési távolságot, és hát nagyon kellemetlen tud ez mindenki számára lenni, és egy ilyen munkaterületen, a beszűkített helyen, még hogyha egy baleset is van, akkor a többi közlekedő az nagyon lassan fog odaérni az úti céljához. Legfontosabb a balesetek megelőzése, de a cég szerint elengedhetetlen, hogy a sok vagy a gyász feldolgozásában segítsenek dolgozóiknak. Sajnos meg kellett ezt tanulnunk, nekünk is ez új volt valahol,
hiszen senki nem arra készül, hogy a kollégáim meg fognak halni, azért nem harcmezőre megyünk, de az utóbbi években ezt be kellett vezetnünk, úgyhogy ha ilyen történik, van egy komoly pszichológiai programunk. Természetesen a munkabalesetek megelőzésére folyamatos balesetvédelmi oktatás, ami mindig ismétlődő, és hogyha bármilyen, akár kvázi baleset is történik, amiből lehetett volna valami, akkor azt minden esetben leoktatjuk a teljes állománynak, hogy ezekre a dolgokra ők is jobban figyeljenek oda. És van egy bizottságunk, aki folyamatosan azzal foglalkozik, hogy ezeken a helyszíneken hogyan lehet még nagyobb biztonságot teremteni, ezeket a tereléseket hogyan lehet még jobbá tenni, milyen eszközöket lehet még esetleg alkalmazni, milyen nemzetközi példák vannak, azok a nemzetközi példák alkalmazhatók a magyar utakon, vagy milyen módosításokkal alkalmazhatók. Ez egy folyamatos gondolkodást igényel. És hát a kollégáink meg igazából annyira elhivatottak, és ezt sokan nem csak egy munkahelynek, hanem egy hivatásnak, szakmának tekintik, hogy ők nagyon jól tudják, hogy az a munka, amit ők végeznek, az egy nagyon fontos a közösség számára, és fontos az, hogy az egyik helyről a másikra az emberek el tudjanak jutni. És azért azt mondom, hogy nagy bátorság az, hogy ha valakivel mellettem történik egy ilyen eset, akkor én ezt feldolgozzam, és holnap odálljak dolgozni, úgyhogy minden tiszteltem az övéké. És azt látom, hogy egy ilyen csapattal együtt dolgozni nagyon jó, akik között ennyi elhivatott ember van, és ők is ezek ellenére, ezek a veszélyek ellenére próbálják jobbá tenni, és a közlekedőknek is jobbá tenni a helyzetet, úgyhogy ez nagy dolog. Biztonságunk az ön kezében van, üzenik tehát az autósoknak a közutasok. Kedves nézőink, ez volt mára az Esti Mérleg. Tartsanak velünk továbbra is, viszontlátásra!